40 lej. 40 lej per nap. 40. Tehát 2600 forint per nap. Aha. Igen. Jó. És az egész napra szól? A szálló vendégeknek. Én sem gondoltam a fatörzsebelőre. Ez nem itt van, ez a gyilkos. Ez a Szent Anató, tehát a Szent Anató, akit érdekel, egy kicsit elmondom. A Szent Anató az egy krátertó. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a nem teljesen szabályos kör, de majdnem szabályos kör, ez az oldala itt egy kicsit kinyúlik. Tehát ha szabályos körré akarnánk tenni, akkor itt ezt az oldalát, a jobb oldalát egy kicsit le kellene kerekíteni, vágni. De igazából azért érdekes, mert egy tölcsér alakú a belső, tehát ha úgy vesszük, akkor ez lefele mélyül, a közepe felé folyamatosan mélyül. Körülbelül 7,5 méter, 12,5 métert is mértek meg a lefele, és ez csak csapadékvíz. Tehát itt a környező csúcsokról lefolyó csapadékvíz, egy tározószerű valami, igen. Apró picikkel, például a pióca megél benne itt a szélén. Az nagyon jó. De egyébként más halak nincsenek benne, tehát halak. Érdekes, hogy a múltkor találtunk, de az valószínűleg vagy előfordulhat, hogy vihar esetén fölkapnak ilyen. Tehát előfordulhat az, hogy valahonnan vagy cél hozta el, vagy itt telepítettek bele valami kis alatt, de nagyon, tehát tápanyagban szegény ez a víz, tehát inkább tiszta vízről beszélünk, és ezért gyakorlatilag nem nagyon van ebben a halak. Hát azért nem mondom, hogy teljesen kizárt minden élőlény benne, van azért benne élőlény, mint említettem, piócák legalábbis biztosan vannak benne, azokat láttam. Rendkívül kellemes ilyenkor nyáron a tónak. Én már háromszor átúsztam a tavat, tehát oda-vissza. Ja, Istenem, nem olyan nagy távolság, tehát csak olyan 150 méter. Nem, nagyon kellemes a felszíne. A felszíne fölmelegszik 23-24-25 fokra is. Az alsó rétegei persze hidegek, tehát ez nem jól teljesen. Ilyenkor nyaranta ugye rengetegen, főleg hétvégén telefele van a környéke is. Leginkább ez a része az, amit lehet küldésre használni, meg ott az a hordali része, mert a többi része hirtelen mélyülő, és ott tele van hordalékkal. Most a tónak, ennek a tónak is az lesz a baja, hogy előbb-utóbb elkezd tőzegesedni, elkezd mocsarasodni. A szélén már látszik is, tehát jobb oldalról a széle fele látszik, és gyakorlatilag elkezd ugye folyamatosan zsugorodni, hogy így mondjam, a tó. Tehát ennek is évszázadok múlva az lesz a sorsa, mint a mohosnak, hogy gyakorlatilag elkezd majd tőzegesedni. Hát valószínűleg mi már nem érjük meg, igen, ha csak nem születünk újjá valamit. A Szent Anna tó mellett található egy Szent Anna kápolna, és fölfel a domb oldalba kell menni, egy kis kápolna. Ott ugye a napján, ami most lesz, nem, nem, nem.